Közeledik a húsvét, így egyre többen készülnek az ünnepre. Népszerű ilyenkor a sonka, a tojás, de vannak olyan háztartások is, ahol nem ragaszkodnak a hagyományos ételekhez. A pécsiek között is akadtak, akik bevált termelőtől, ismerőstől szerzik be a húst, mások pedig nem tartják olyan fontosnak az ünnepi menüt. Zöldségsárgarépa, zeller, savanyúság, sonka, tehát ezt nem kell, mert disznót vágunk, tehát ez megvan. Akkor rétes szoktam csinálni. Te mit szoktál? Én még tortát? Igen, tortát, most a fiam jön hozzá Angliába, úgyhogy most készülök, Angliában van kint 20 évben, majdnem a 18 éve, úgyhogy készülünk, várjuk sonkával, természetesen tortával, meg amit így. Ez a sonkát honnan szerzi be, vagy a különböző alapanyagok? A sonkát egy nagyon jó ismerősünk, aki saját maga pácolja. Régen a férjem is csinálta, de hát most már ugye, hát az idő felettünk már nem csináljuk, de egy ismerősre szerzünk, és nagyon-nagyon jó minőségű, és nagyon jó. Egyedül vagyok, úgyhogy nincsenek olyan nagy terveim most is jött a kapcsolatban, valami nagyobb beruházásból belefogjak. És úgy egyébként ünnepi menüt szokott esetleg magának készíteni, vagy ha van hangulatom hozzá, akkor igen. És ez mi szokott lenni, honnan szerzi be az alapanyagot? Változó. Amit ismerek üzletben. Akkor megvan egy bevált termelő. Meg. És a minőség a fontos, a forma, milyenféle sonkákat szokott keresni? Hát a hagyományos. A tavalyihoz képest idén akár 20-30%-kal is drágulhat a húsvéti sonka. Még az előző évben 2500 és 3000 forint között vásárolhattak az ünnepi finomságból, addig 2022-ben már megközelíti a 4000 forintot is az ilyen húsféle ára. A húsvéti asztal másik fontos része a tojás, ami nem csak ételként használható fel, ám ennek a hozzávalónak is feljebb mehet az ára. Mi, hogyha tojást veszünk, akkor mi 150 darabot szoktunk venni, mert ugye festünk is, főzünk is le, meg töltött tojást is szoktunk csinálni, és akkor szoktunk várni gyerekeket, hogy jönnek köszönteni, és akkor szoktunk venni tojást, festett tojást, akkor csokit, akkor pénzt, mindenfélét. A statisztikák szerint egyébként ilyenkor fogyasztjuk el az éves sonka kínálat mintegy 30%-át, amelynek a legjelentősebb hányadát a kötözött sonkafélék teszik ki. Ebből az élelmiszerből a húsvéti időszakban mintegy 700-800 g fogy fejenként, ami átlagolva 1700 forintba kerül személyenként.